dragi uvaženi tajni. Srdečno vas ne svitam na otvorenju istavi, ktora se naziva Duk mjesta. Vi ste u fotografiji neslavnostnje otvori vizualna umrokinja kuratorka mađarske ikroni Bartoš Mađarske. Ti ste ja tvoj dejme žurenju. Najem na sredo te, ko sam tu minenki da majki ali i tašo, ene cime, a hajde se vam. Potoki állítás már ne fejesen megnyitja Bartoš Nagyeszter képzőművész és a Magyar Kronika Művészet kurátora, akinek már át is adnám a szót. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek a Magyar Kronika magazin által szervezett eseményre. Engedjétek meg, hogy néhány gondolatot megosszak a magazinról, a kiállítás előtt megtekinthető filmről, és majd a kiállítási anyagról is. A Magyar Krónika magazin lapjain hónapról hónapra olyan közösségteremtőket mutatunk be a Kárpát-medence különböző kis régióiból, akik miatt azt érezhetjük, hogy jó itt élni. A filmről néhány gondolat. A Batthyány Lajos Alapítvány támogatásával a Magyar Krónika magazin és a Karnevál film együttműködésében készülő dokumentumfilm sorozat hiteles emberekről, közösségszervezőkről és országépítőkről szól a fenntarthatóság és a hazaszeretet jegyében. És most néhány gondolatot a fotókiállításról. A hely szelleme rovatot azzal a hiánypótló céllal hoztuk létre, hogy bemutassuk a Kárpát-medence izgalmas helyszínei, kis régiói, az országépítő kezdeményezéseket, igazi közösségformálóinkat, világító tornyainkat. Az olvasóink a magazin hasábjain hónapról hónapra olyan az ország különböző pontjain élő embereket ismerhetnek meg, akik egyszerre inspirálnak, adnak lendületet és nyújtanak perspektívát. A hely szelleme fotókiállítás a Magyar Krónika magazin elmúlt egy évéből nyújt válogatást. És most a kiállítás megtekintése előtt engedjék meg, hogy néhány gondolatot megosszak a rovatról. A Magyar Krónika magazin a hely szelleme rovatban Magyarország igazi hőseit, példaképeit és országépítőit mutatja be. Arról mesél, amikor helyi közösséget, helyi arcok olyat hoznak létre, ami az ott élőket maradásra készteti, mások számára pedig vonzóvá tesz egy-egy tájat, helyet, a legkisebb falutól egészen a fővárosig. A hely szelleme dokumentumfilm sorozatban, amelynek első részét Értékteremtők Nógrádban címmel mutattuk most be, a hely szelleme rovatot dolgozza fel. Az aranyokon keresztül feltárul egy-egy térség kultúrája, ritmusa, íze, vagyis a hely szelleme. A sorozatunk célja az, hogy minél több nézőhöz juttassuk el ezt a velünk élő, jó szívvel, jószerűvel ismeretlen, de nagyszerű világot. És végezetül néhány gondolatot hagyosszak meg, ami a saját gondolatom a kiállításról, illetve a hely szelleme rovatról, és magáról arról, hogy miért is készült el ez a film, illetve miért is rendeztük meg ezt a kiállítást. A jelenkori világ digitális zajában óriási szükségünk van arra, hogy egy kicsit elcsendesedhessünk, hogy elmélyedhessünk valamiben, hogy figyelmünket a valóban inspiráló történetekre irányítsuk. Ebben igyekszik az olvasók segítségére lenni a szeptemberben immár a 100. lapszámhoz érkező Magyar Krónika magazin. A lap hely szelleme rovatában hónapról hónapra bejárjuk a Kárpát-medence különböző kis régióit, hogy bemutathassuk a leginspirálóbb közösségeket, akik miatt tényleg jó az adott helyen, helyben élni. Sokszor felmerül, hogy lesz-e elég táj,
lesz-e elég értékteremtő ember, hogy mindig valami új jusson a következő lapszámokba. Nem vagyunk nagy ország. Jó szerivel mindnyájan ismerjük egymást, ha nem is személyesen, de hírből legalább. De minden lapszám tervezése bebizonyítja, hogy a jóból, az ihletadóból, a bemutatásra méltóból nem fogy ki Magyarország, ha 100 évig készül a magyar krónika, akkor sem. Meggyőződésem, hogy ezekből az ország és közösség építőkből áll a mi Magyarországunk. Ez a mi életünk, a mi emlékeink, a mi jelenünk és jövőnk. Alig ha van szebb feladat, mint ezt a jobbik évünket megmutatni. A krónika missziójának tekinti, hogy a Kárpát-medence úgynevezett világító tornyait releváns és időtálló módon mutassa be. A lokálpatriotizmusra épülő társadalmi törekvések ismertetése, az elhagyatottabb, nehezebb sorsú régiókba új életet lehelő újrakezdők felkarolása, művészeink kedves helyei megfestése, az újragondolt városi és vidéki lét vonzó arcának megszólaltatása, ezt a célkitűzést szolgálja. Ez a magyar krónika, példaképek és inspiráló történetek, megbízhatóan és őszintén. És hát jó szórakozást kívánok majd a képek megtekintésére.